Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévő cseténkösségünk a minezetának a nyílt képviselőtestület ülésén. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, jelenleg egy fő hiányzik, az erős Bernard kijelezte, hogy kicsit késni fog, majd azt jelzőkönyvbe rögzítjük. A mai testület ülésnek a napirendi pontjai a következőek. Az első napirendi pont az a hulladékgazdálkodási törvény módosításával jelölő önkormányzati feladatok. A másik napirendi pont az intézményítélítési díjak rendelete. A harmadik napi rendi pont a belterületi közlekedéssel kapcsolatos táblák kihelyezésével kapcsolatos döntés. A negyedik az óvodai társulási megállapodás jóváhagyása, ötödik a bölcsődébe vonatkozó eszközbeszerzés, hatodik a védőnői feladatellátás átadása, a hetedik a házerős ügyeleti ellátásra kapcsolatos döntés, a nyolcadik a Holicser Károly síremlékének áthelyezése, a kilencedik a Holicser kastély promóciája kapcsolatos döntés, és a tizedik az az egyéb legyes ügyek. Ezzel kapcsolatban ugye kettő kiegészítő ügy van. A Zöldbakonyért Nonprofit Kft. Számára forrás átadás, központok ellátására, és azt követően a polgárőrségek támogatása, itt a Szárpári és a Csepin polgárőrség támogatása is. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtestületet, hogy az elhangzott napirendi pontokon kívül van-e egyik napirendi pont javaslatú? Igen. Javaslat iskola és óvoda kezdési támogatásra. Jó, igen. Következő. Rendben. Akkor, hogy elfogadjuk a napirendet, javaslatot, a készfeltartásra jelezzük. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 6 igen mellett elfogadásra kerül. Az első napirendi pontunk az a hulladékgazdálkodási törvény módosításából eredő önkormányzati feladatok ellátása. Ugye valamennyiünk számára, illetve mindenki számára ismert, hogy Magyarországon a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közfeladatokat módosította a kormány, úgyhogy a MOHU, MOL-nak az egyik leányvállalata vette át a hulladék kezeléssel kapcsolatos feladatokat, így az önkormányzati kötelező feladatokból ez kikerül. Módosítani szükséges a jelenlegi szabályozásunkat, aminek az a lényeg, ami az előterjesztésben is olvasható, de a jelenlegük miatt elmondanám, hogy az önkormányzatnak innentől kezdve feladata csupán annyi, hogyha külterületen vagy akár belterületen is olyan szabálytalan hulladék elhelyezés történik, ami akár veszélyesen, vagy akár rendezetlen külterületi terület, terület, akkor ugye ezt tudják felénkeredni a lakosok, illetve maga az önkormányzat is ugye szembevételezhet, és ennek eredményeképpen ugye eljárás indulhat. Semmilyen egyéb hulladék kezéssel kapcsolatos tevékenysége jövőben nem marad az önkormányzatoknak. Ugye ami nálunk még ugye módosítás volt az elmúlt időszakban, az a zöld hulladék kezeléssel kapcsolatos, megoldás biztosítása, hiszen maga a Győr szól, vagy most már MOHU által biztosított hulladék lerakás kint a hulladék szigeten, az a nyersedékekre vonatkozik, de alapvetően a zöld hulladékra nem vonatkozik. A zöld hulladékra viszont az önkormányzat a régi hulladékgyűjtő területet ugye kijelölte, ott a kedden és pénteken van nyitvatartási idő, amit eddig tapasztalat szerint már többen felfedeztek, használnak, és szépen gyűlik is ott a zöld hulladék. Ugye az elmúlt években folyamatosan oda kerültek kihordásra, korlátlanul oda kerültek kihordásra. Van itt még? Korlátlanul ugye oda kerültek kihordásra az zöldhulladékok, és sajnos a darálás folyamán ugye egyértelműen vált, hogy nem csak a zöldhulladék, hanem ugyanúgy kavicsot is kivittek, követke, építési törmelékek, és minden egyéb más. Ugye ezt most azzal, hogy kedden és pénteken meghatározott időben van a kiszállítást, tudjuk ellenőrizni, és akkor az elhelyezést is tudjuk irányítani, eddig az elégedettség az pozitív volt ezzel kapcsolatban. Ugye maga ez a módosítások alapvetően azt tartalmazza, hogy ugye a feladatok azok átkerültek a MOHU-hoz, és az önkormányzatnál lévő feladat az tényleg az, hogyha valami lakossági jelzés van, akkor azt mi tudjuk kezelni a jövőben. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtestületet, hogy ezzel kapcsolatban van-e bármilyen további
észrevétel, megjegyzés, kiegészítés, illetve azt mondja, észrevétel. Nincs. Jó, hogyha nincs és elfogadjuk a határozott javaslatot, akkor kíván készmeghatásra érezzük. Köszönöm szépen, hat igen mellett megállítom a jelentkezéseket. Az intézmény térítési díjak rendeletének módosítása, megkérni jegyző asszonyt, hogy ez röviden vázolja. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Annyit szeretnék elmondani, hogy ez a kiküldésre került. A törvényesség osztály mindig más célterületet jelöl a kiellőzési területnek, és itt vizsgálták most a intézményi térítési díjaknak a rendeletét, nem csak nálunk, hanem a Veszprém megyei, vármegyei, de az is lehet, hogy országosan volt ezzel rendelve, és ugye ez egy 16-os rendelet, és azóta már több felhatalmazó rendelkezés is módosult, úgyhogy itt a felhatalmazó rendelkezést kellett a rendeletünkbe módosítani, illetve a mellékletben, amelyben a díjak vannak meghatározva, ott pedig, mivel ugye itt más nem szerepelhet, tehát a nyersény a költségnek, a kedvezmények nem szerepelhetnek, ezért azokat a sorokat ki kellett venni, illetve külön kellett bontani, ugye, mert ez csak a óvodára, illetve a bölcsödére és az iskolai önzára vonatkozik ez a rendelet, ezért külön kellett ugye menni a felnőtt étkezést, úgyhogy ezeket kivettem belőle, és akkor ez alapján ugye készült el ez a módosító rendelet, amit kérek szépen, hogy majd hagyjatok jóvá, illetve a határozat, amelyben pedig a külön vettük, ugye a díjak nem változtak, csak külön vettük a felnőtt étkezést kivettük belőle. Köszönöm. Kérdés ezzel kapcsolatban? Én ezt nem értem ezt a tálalatot, hogy miért két összeg szerepel, tehát hogy 1170-1900-ot. Hol? Igen. Ah, tehát egy javaslatot. Még javaslat cím és azért. Szerintem nyersőben, bocsánat, szerintem nyersőben. De ez egy határozott javaslat, úgyhogy igazából az. De majd akkor kiveszem azt. Jó. Én a második oszlop, a jó. Észre, de a határozatban akkor ezt a második oszlopot fogjuk csak. Jó? Ezt az első oszlopot fogjuk. Oké, akkor szeretném kérdezni a képviselő testületet, ki az, aki elfogadja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk az a belterületi közlekedéssel kapcsolatos döntés meghozatala. Ugye már nagyon régóta téma volt az Csepén településen belül, hogy a buszoknak a parkolása az rendkívül nehézséget jelent a településre ért turisztikai célra érkezők számára is, illetve a buszok környezetében közvetlenül lakók számára is. Ugye ennek a megoldása az egyáltalán nem egyszerű feladat, hiszen rendkívüli gondot okoz az áthaladó 82-16-os útnak a forgalma is, ami hát szerintem mind a kamion szám is meghaladja az elégséges, úgyhogy a fuvarozó cégek kikerülik a Nemzeti Úti Szolgáltató fizetéses szakaszát, hiszen a Mór és Veszprém közötti útvonalnak a megtéte a Székesfehérváron várnak kell, hogy megtörténjen, mivel a rajtunk átmenő forgalom az nem díjköteles, ezért inkább ezt használták, függetlenül attól, hogy táblák is voltak kihelyezve. A néhány busz található a településen, ugye már a tisztelt képviselőtestület is jól emlékszik, hogy amikor elkészítettük a konténeriskolának az alapját, akkor azt már azzal a céllal is készítettük el, hogy a jövőt illetően az jó lesz egy buszkamion parkolónak is, hogy oda ki lehet őket szorítani, ki lehet őket oda tessékelni. Ugye a szabályozásnak két része volt. Az egyik része az az, hogy az önkormányzat önmaga kizárólag a mellékutcákra vonatkozóan tud javaslatot, döntést tenni,
a mellékutcáknak a behajtását tudja szabályozni, vagy esetleg tiltani korlátozott táblával. A főút vonalnak a kezelés az a Magyar Közútnak a feladata, és a Magyar Közút jár el, ő ad ehhez engedélyt helyszíni bejárás során. Ugye most már mindenkinek szerintem gondolom sokkal jobban feltűnik, hogy már réges-régen a körülző településeken úgy szintén vannak táblával ellátott területek, amik a biztonságos közlekedést segítik. Ugye nagyon rossz szokások alakultak ki, akár parkolás, akár megállási megállások során is. Ezért ugye szükséges volt az, hogy ebben valamilyen módon beavatkozzon az önkormányzat. Amennyiben a belterületi útjainkra nem teszünk korlátozott táblát, akkor alapvetően, vagy ugye első belterületi útakra teszünk korlátozott táblát, akkor az esetleges buszok, kamionok az útszintén tudnak nyugodtan parkolni a főútvonal mellett, ezért ugye ezt a közúttal közösen kellett megvalósítani ezt a projektet a közút szakmai jogállásával. Ugye annyi hiba történt szerintem ebben az egészben, de ezt a rendőrséggel tudtuk kezelni, hogy én nekem az a kérésem volt a közútkezelői engedély megkapását követően, hogy maga a táblák kijelzése az az általános iskola kezdetére valósuljon meg, hiszen addigra a buszokat ki tudjuk értesíteni. A két kamionos cég van, akinek egy-egy kamionja időszakonként hazért települ, és velük ezt le tudjuk egyeztetni. Ezzel szemben ugye a közútkezelő kellő gyorsaságról tett tanúbizonságot, és sokra előpítette a táblákat. Ugye akkor a rendőrséggel, az IRCI rendőrössel volt egy egyeztetés, ami egy türelmi időről szólt. Semmiképpen ne legyenek megbüntetve a helyi... Itt van. Folytatjuk. Ugye alapvetően a rendőrség semmiképpen ne büntesse a buszokat, hiszen még nem volt kipróbálva a fenti parkoló. Egy busszal kipróbáltuk, az egyik reszonvállalkozó helyben tárolt buszával, hogy el tudott menni, de például egy másik busznak a rákanyarodásáról probléma volt, ezért a hónapi napon mondjuk ennek megtörténik a lefaragása annak az útszakasznak. És akkor így a buszok biztonságos táblások megoldott, a kamionoknak a táblása az pedig az NE67 Kft. Telephelyén, ami alapvetően kamion szerviz, ott tudják megoldani, ott a sofőrök már egyeztettek is a tulajdonossal, ennek semmi akadályát nem látta, erről különben már 2023. februárjában is szó volt egy vállalkozói fórumon a település, amit sokan jelen voltak. Ugye maga a projekt, illetve hogy a testületi anyag fent van az interneten, és látszik a teljes alábontottsága, hogy Isten azából mit előzünk meg. Azt én azt gondolom, hogy valamennyien elmondhatjuk, hogy szerencsés helyzetben vagyunk napjainkig, hogy nem történt súlyosabb baleset a 82-16-os úton, pont az említett forgalomnövekedés miatt, illetve azért szerintem a szabálytalan közlekedők miatt sem. A kiegészítő táblák elhelyezésének csupán annyi volt a célja, hogy a helyi gazdasági szereplőket ne bántsa maga a rendelet, hiszen 5 perc alatt lehet vásárolni. A rendőrségnek ezt szeretném megjegyezni, hogy nem a büntetés a célja, hanem az a célja, hogy a notóriusan, rendszeresen szabálytalanul közlekedő parkolókat figyelmeztesse, majd büntesse. Más nem lehet az érdeke. Ugye a rendőrség is különben hibás a rossz gyakorlat kialakulásában, hiszen valamennyien, akinek van jogosítványa, pontosan tudja, hogy buszöbölben való parkolás az nem szabályos. Ezzel szemben a buszöbölben rendszeresen parkolnak a település központjában, ami különben nem az a rendeltetési helye. Még árupakolásból adódóan sem lehetne ott parkolni. A Rók Attila, az IRCI őrsvezetővel egyeztetve nekem az volt a kérésem még ott, hogy aki árupakolást végez, legyen szükséges házon belül egyeztetni, hogy azokat nem, semmiképpen ne bántsák, hiszen ez nem lehet cél. És ő ezt el is fogadta. Viszont azon parkolók, akik ezeken a helyeken rendszeresen parkolnak, az nem elfogadható. Eddig sem volt elfogadható, csak valamilyen módon kényelmi szempontból nem foglalkoztak vele. A 82-16 út mellett elhelyezett táblák, ugye megállni és várakozni tilos táblák, viszont ugye a közútkezelő hatáskörében vannak, azokról a közút valójában döntött, engedélyt adott, annak a módosítására is természetesen megvan a lehetőség, bár az én olvasatom az az, hogy nem csak a gyermekek, hanem alapvetően a település közlekedés biztonságára az igenis hozzá tudnak járulni azok a táblák.
és az, ahol kialakított parkolók vannak házak előtt, azokat ez megint nem érinti, hiszen az parkolóként van kialakítva. A patkát azt nem szabad összetéveszteni parkolóval. Ugye néhányan erre kértek engedélyt már az elmúlt időszakban, és ezeket meg is adtuk. Ami még különben jött visszajelzés az elmúlt egy hétben, és annak a megoldása is megvolt, hogy a Pékségből jött jogosan, hogy ő hozzájuk például azt hiszem 10 tonnás gépjármű viszi a lisztet, hogy az ő beajtási engedélyük hogy oldódik meg, hogy ennek a beajtási engedély alapvetően kivéve áruszállítást kiegészítő táblával lehet megvalósítani, és ugye még a Szőlő utca végén, ugye pont a kamiontelep, amit nehéz megoldani úgy, hogy hogyan adunk ki engedélyt minden nap, ezért ott a kivéve célforgalom tábla kihelyezésével lehetett feloldani ezt a malőrt, ami valójában az engedélyhez kötötte a behajtást, hiszen őnek üzleti tevékenység van, mi azt korlátozni nem akarjuk és nem is fogjuk, ezért ott a kivéve célforgalom tábla került kihelyezésre. Egyéb ugye megállapítás ezzel kapcsolatban, hogy maga a településnek ugye van egy testület által régóta ismert kvázi projektje, ahol a magyar közút közreműködésével szeretnénk a belterületi utat, az áthaladó utat, a 82-16-os utat felújítani, illetve a csordacsapástól a központi parkolók kialakítását biztosítani, hiszen akár a Géza piac tekintetében, akár ott a buszmegálló öbölben működő változások tekintetében fontos parkoló hiány van. Ugye ennek a projektnek a kivitelezési költség rendkívül magas, de ezt a magyar közút saját maga fogja megvalósítani. A településre vetített költség az annyi, hogy az volt a kérés, hogy mi majd terveztessük meg. Ugye a tervekre már érkezett ajánlat a Westprinter Kft. Részéről, de ezeknek az elfogadása még nincsen napirenden. Hiszen a magyar közút is akkor fogja tudni megcsinálni a kivitelezést, hogyha az ő anyagi helyzete ezt lehetővé teszi. Ugye jelenleg azt elmondható, hogy megállapítható, hogy a településen, vagy nem a településen, az országban igazából forrás hiány van, és a fejlesztések azok nem éppen felfele haladnak, hanem sajnos stagnálnak. Ugye mi is azon fejlesztéseket tudjuk befejezni, amelyeket még az előző Európai Uniós ciklusban kapott forrásokból valósítunk meg. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtestületet, hogy ugye még a döntéshez hozzá tartozik, ugye maga a táblák kihelyezésével kapcsolatban a magyar közút ilyenkor költségettől nem vállal, erre kötelezi az önkormányzatot, hogy ugye megadja ennek a kivitelezéssel kapcsolatos szervezeti egységét, akit el kell érni, és írásban ugye megrendeljük. Mivel a testületi ülés előtt megtörtént a kivitelezés, de én azt gondolom, hogy a települési élőket szolgálta, ezért a testületet arra kérem, hogy az ezzel kapcsolatos költségek biztosításával rendelkezzen, az önkormányzati tartalék terhére. Várom a kérdéseket. Akkor ha nem gondol, akkor kezdeni. Hát megmondom őszintén, hogy ez a tábla kihelyezés egy kicsit engem nagyon mélyről érintett, ugyanis azt gondoltam első körben hétfői nap folyamán, este, amikor hazaérkeztem Győrből, hogy valamiről a nyaralásom alatt lemaradtam. Ezért felhívtam Zsoltit, és megkérdeztem tőle, hogy lemaradtam a valamiről, ő mondta, ő azt se tudja most, hogy miről beszélek, és utána felhívtuk a jelzőasszonyt, és kértem a segítségét, hogy ez mi, mondta, hogy ő sem tud a táblákról, és utána írtam neked üzenetet, hogy mik ezek a táblák, mikor közölted, hogy nem mi helyeztük ki, hanem a szükséges szerv, aki a főútvonalán kihelyezteti a táblákat, te is most jöttél haza, most láttad. Én ezzel megnyugodtam, és minden hozzám érkező jó szándékú embert elkezdtem megnyugtatni, hogy ez nem a mi döntésünk, és ez így történt. Az utóbbi, további egyeztetések folyamán utána kiderült, ugye, hogy nyilván ezt az egyeztetéseket te folytattad, és a képviselőtestület legalábbis pár tagja nem tudott róla. Amiről beszéltünk, az két dolog. Az egyik az a kastély előtti buszok várakozása, amivel azt gondolom, hogy mindannyian akkor egyetértettünk, hogy onnan a buszoknak ki kell menni, mert még én betettem fel, hogy többen, akik a településre nem egyszer érkeznek egy héten, nem látták a kastélyt, és amint van, azt mindig azt mondtuk, hogy mutassuk.
azt gondolom, hogy azt egy másik táblával is, pedig nem vagyok szakemberben, lehet, hogy meg lehetett volna oldani, hogy kikerüljenek onnan a buszok. A másik pedig a Géza piac és a Erika előtti boltnak a főleg a szombat reggeli kavalkádja, amit tudtunk, hogy sokszor tényleg nagyon balesetveszélyes, és nyilván nem lehet kivonni a trafik előtti helyzetet sem, mert az is balesetveszélyes, holott mondjuk az után érdeklődtem, hogy hál' Istennek egyik helyen sem volt az utóbbi 10 évben, mióta a trafik nyitva van baleset. Én azt gondolom, hogy az egyik felére kellett volna csak kitenni a táblát, és akkor már nyilván nem szűkül annyira le az utca, de nem tudom megmondani, hogy az helyese, mert nem vagyok szakember. És mivel nem vagyok szakember, ezért azt gondolom, hogy legelőször egy szakembernek a véleményét szerettem volna meghallgatni. És miután azt meghallgattam, azután egy rendőrségi észrevétel, legalábbis azt gondolom, hogy velük egyeztetni kell, de ez nekem nem egyeztetés, hogy azt mondod most, hogy a Róka Attila azt mondta, hogy majd ott a kibek bepakolás idejére nem fognak büntetni, és a Róka Attila holnaptól nem lesz szolgálatba. Tehát, hogy erre megjött a Betty. Szia! Szia! 18 volt. Visszatérve arra, hogy egyeztetés, én helyeztünk mi ki táblákat, és az sem volt mindenkinek a jó kedvére, amikor az Arany János utca és a Hunyadi utca elsőbségadást kötött. Tehát, hogy azt is oda tudtunk állni a választók elé, és azt tudtuk mondani, hogy igen, de mi egyetértettünk, mert télen, amikor jön föl, akkor annak elsőbsége. Tehát, hogy meg lehet értetni, én azt gondolom, velem legalábbis sok mindent. A Bem utcához is ugyanígy, és a József Attila utcához is kiraktunk, ami megint annak a célját szolgálta, hogy a téli közlekedés segítse. Viszont azt gondolom, hogy sok mindenre ki szoktunk küldeni mi egy A4-es lapot, egyeztetni mind a vállalkozókkal, mind azokra, akikre ez vonatkozott, kellett volna. Én jelen pillanatban azokkal az emberekkel, akikkel beszéltem, azoknak a szemébe nem tudnék belenézni, ha én ezt most támogatni tudnám. Jó. Ez az én. Válaszolni? Persze. Jó. Azt szerintem valamilyen félreértik, és akkor az alpolgárás azt is félreértik. Nem én vagyok a szakmai képviselője a magyar közülben. Magyar között szakmai képviselője van az esetben Bognár Kinga, aki kint járt, és kint járt egy mérnök társával. A problémát az önkormányzat polgármester vázolta. Az alapvető probléma az az volt, hogy a buszok ott parkolnak a kastély előtt. Egy probléma. A másik probléma a Géza piac előtti felhalmozott parkolás, nem csak hétvégente, hanem hétköznap is, ami veszélyezteti a Rákóczi utcából kikanyarodókat és a Törekvés utcából kikanyarodókat. A következő probléma a rendőrség hanyagságából származik, a buszövőben való parkolás. És a buszövőben való parkolás soha nem volt engedélyezett, csak nem büntettek érte. Mert hogy nem akarja ő sem megölni a falat, természetesen. Tehát a döntést és a javaslatot, hogy milyen táblák kerüljenek kihelyezésre, azokat a közlekedési lakosság szakemberei hozták le, és lehet, hogy edzőasszony nem tudott a projektről, bocsánat, de ezzel szemben a közlekedési hatóság központi rendszeren keresztül küldte meg a közlekedési hatóság hozzájárulást a táblák kihelyezéséhez. A másik, hogy minden héten, amikor mi értekezettel tartunk itt, ez folyamatosan téma volt, hogy ezt meg kell oldani. És nincs részmegoldás. Tehát ahogy az ingatlanadót sem lehetett kivetni úgy, hogy valamilyen szegmensnek kezdenünk, vagy kedvezzünk, alapvetően ha részmegoldást csinálsz, ha kitiltod, és ez közlekedési hatóság álláspontja is, ha kitiltod a buszt a mellékutcából, megáll a főúton, tehát a főúton nem maradhat, ugye? Ha kitiltod az egyik mellékutcából, de a másikon bemehet, akkor be fog menni. Mert hogy keresi a megoldást, hogy miért ne kelljen mondjuk kimenni a falu végére, mert neki az éppen távolabb van. És ugye, bocsánat, az a köztes, az a
megoldás született, és nem lehet mondani, hogy a 7,5 tonnás kijelölő sem. Mert a kisméretű buszok, mondjuk a 40 fő alatti buszok 7,5 tonna ösztömeg alatt vannak. De ugye ezek főleg munkás járatok, ami 45-50 főt elvisznek. Ahogy az sem normális, hogy a 13-6-os kamion, ami 36 tonna, megáll az amúgy is rossz állapotban lévő csapadékvizelő árak mellett és terhel. Ahogy az utat, amikor megkapják a forgalom behozatali engedélyt, hogy nem tudom milyennek a pontos neve, akár a Hunyadi utca, ezt is be kell kategorizálni, hogy milyen méretű kamionok, hányszor fordulnak meg ott egy nap, hogy arra engedélyt kapjon. És ugye ott a Hunyadi utcán pont a mezőgazdasági gépek, a mezőgazdasági termékszállítás miatt ugye az egy rendkívül nehéz ügy. Hát azt is ugye számolni kellett, és azt hiszem az C-t kapott, vagy D-t, nem tudom, talán Endre ezeket jobban tudja. Tehát ezek hatósági dolgok. És bocsánat, nem az önkormányzat, jól mondta a hallpolgást, azt mondja, egy közös igényt fogalmazott meg, hogy zavaróak a buszok, és erre megoldást kértünk. És a szakmai megoldás az az lett. És amikor kikértem a véleményt, hogy mi 3,5 tonnát javasoltam csak szóra. Tehát, hogy nekem az a teherautó, a 3,5 tonna, mint mindenki másnak. A közlekedési hatóság mondta azt, hogy nem jó a 3,5 tonnás, a 7,5 kell, mert azzal még nem üljük meg a forgalmat. És ebben tök igazad. És azért van kirakva a kivéve engedéllyel is, mert hogy igen, engedélyhez kell kötni. Vannak szomszédos települések, ahol mondjuk problémát okoztak most nagyméretű kamionok, és nem tudják, hogy ki volt az. És most futnak a pénzük után, hogy hogy lesz az a szakasz felújítva. Tehát lehetséges, hogy a változás néhány embert, és bocsánat, Facebook népéről beszélni, néhány embert zavar. De alapvetően, ha a Facebook népét nézzük, a többség az elégedettségét fejezte ki a projekttel kapcsolatban. És amikor a vállalkozó is felhív a problémájával, amikor elmondom neki, nekem azt a visszacsatolást akkor, hogy rendben van, ez így korrekt. Tehát az igényeket az önkormányzat figyelembe vette, hogy mindig is figyelembe veszi. És az, amikor akár képviselőtársaság előtt is reggel elindítják a busz, nekem senki nem mondja azt, hogy az jó, hogy 4 órakor dübörög a busz. Tehát ezek folyamatosan érkeztek ezzel kapcsolatban problémák. Ezekre megoldást kell, és nem lehetett részmegoldást találni. Tehát a visszatérve, maga nem én vagyok a szakma, nekem más szakmám van, és ez nem ez. Ezeknek a tábláknak a típusát, fajtáját, kiegészítő tábláinak a meghatározását szakember végezte, momentum. Az előbb azt mondta, hogy te 3,5-es kértél. Javasoltam. Most akkor te javasoltad, vagy ő mondta? A mellékutcára. Arra én javasoltam, hogy szerintem a kamionok ne tudjanak bemenni, 3,5 tonnás táblát helyezzünk ki. Erre mondta ő azt, hogy szerintem nem jó, a 7,5 tonnást legyen, mert hogy a kisebb buszok még be tudnak menni, meg a kisebb teherautók is. Mert én 3,5 tonnást raktam volna ki magam kútfőjéből. De mivel nem én vagyok a szakember, hanem ő, így a szakembernek az állítását, megfogalmazását el tudom fogadni. Én várom a többi kérdéseket. Én csak akkor, hogy beszéltünk, és ugye megint olyan, hogy rászúrjuk a faluról ezeket a rendelkezéseket, ugye megint az információ arról már sírja, hogy nem itt van senkit, nem beszélünk, mert mi nem tudtunk volna megint. Egyre több olyan fordul elő, hogy nem vagyunk tájékozott a bizonyos dolgokról. Nem tudom, hogy ez miért van így. Ugye én nem kaptam még ennyit, leökröztek, lehülyéztek benne, mert most erre most van szükség, hogy most így kell ilyet megoldani, hogy ilyen rendeletet hozunk. Nekem egy ilyen, bocs, még valami is? Nem. Jó. Nekem egy, két ember jelezte, hogy fázi húzzak a francba. Mindegyik buszsofőr volt. És mondtam az egyik delikvensnek, hogy jó, értem. Mi a baj? Mondta, hogy nyáron nincs baj, süt a nap. Kimegy biciklire, de ha esik az eső, egy választ tudtam mondani. Ha esik az eső, a gyermeket nem megy iskolába. Tehát alapvetően biztos, hogy mindig is vannak és lesznek is olyan, akiknek nem tetszenek döntések, de aki itt van, függetlenül attól, hogy milyen érzelmeket táplálnak el a testület vagy néhány személy iránt, ha végiggondolja, ez a döntés a település lakosságának többségét szolgálja és biztonsága. Tehát az, aki úgy gondolja, hogy ez ilyen módon nem támogatható, az nem támogatja a település lakosságának biztonságát. Hozzáteszem, a táblákat nem tudjuk kivenni. Magyar közút lehelyezte, kihelyezte. Egy, amit tudunk, nem fizetjük ki.
Ez is lehet egy ügy, nem lesz kifizetve a tábla, indítanak velünk szemben egy eljárást, tisztelt képviselőtestület feljelenti a polgármestert, hogy hatáskör túllépést követett el, mert Irgun-Burgon én is ilyet csinált, és lesz belőle egy ügy, kapok majd egy, nem is tudom mit adnak ilyenkor, elnye-belnye, addigra lesz egy halom késérelmi kamat, és kész, és a végén ránk pedig is kifizetni. Vagy ha a képviselőtestület tovább is azt gondolja, hogy a táblákat ki kell helyezni, mert nem fontos nekünk a település lakóinak közbiztonsága, akkor döntsünk úgy, vegyük ki a táblákat, vetessük ki a táblákat, és fizessük ki azt is. Az polgári peres úton hajtsuk a polgármesterem. Én továbbra is azt gondolom, és különben pont ezt tartom a legnagyobb problémának, hogy a döntés, amiket meghozunk, azok nem személyekkel kapcsolatos döntések, hanem település egészével kapcsolatos döntések. Tisztelt képviselőtestületnek volt Ferin kritikája tök jogosan nyáron, kevés információt kap. Azóta mindig leülünk úgy, mert hogy beragadtam a Covid-ba. Én ezt a kritikát elfogadtam. Azóta leülünk, tájékoztatás van, elmondok mindent, ha keresnek, elmondok. És az, hogy minden héten szerdán itt ülünk, és és mindenről beszélünk, az pedig jelenlévők is tudják, hogy akkor születnek olyan napi ügyekkel kapcsolatos egyeztetések, hogy éppen milyen feladatok állnak előttünk, milyen tevékenységek vannak, amiket meg kell valósítani. Tehát azt én nehezen tudom elfogadni azt a kritikát ma, hogy kevés információt kap a tisztelt képviselőtestület. Hiszen, bocsánat képviselőtestület, az ön részéről is voltak olyan jelzések, hogy a busz zavart. Én nem azzal mondtam, úgy kezdtem, hogy megint nem tudtunk erről mi. Nem volt. Hozzáteszem, nem tudtam, hogy kirakják múlt héten hétfőn. Az volt a kérdés, e-mail van róla, szeptember első hetéig valósítsátok meg, mire kezdődik az iskola. Most erre a közút, aki előtte azt írta, hogy szeptember közepe. De a gyermekek miatt, az átmenő forgalom miatt kértem, hogy minél előbb. Nem szóltak egy szóval se, hogy kirakják. Tehát most, bocs, a magyar közutat lecseszni nehéz, hát örülünk, amikor jön autóni. És ezek a táblák alapvetően mindenki számára szerintem egyértelmű, a biztonságunkat szolgálják. Ha támogatható, ha nem. Igen? Mutasson meg mindenki. Más se hatottam úgy ezen az anyagon kívül, amit ő Attilától erről. Nem hát. Akkor nem értem, hogy most hogy vagy felháborodva. Én nem vagyok felháborodva. Azért vagy felháborodva, Attila, mert most én olyat mondtam, amire azt mondtad, hogy ez nem igaz, meg a Zsolti is, hogy itt mindig mindenről. Nem, erről így, ebben a formában így. Nem tudtuk azt, hogy te mit e-mailezel, vagy mit egyeztetsz a rendőrrel. Az nyilván a te feladatod, de én erről semmit nem kaptam. A jegyző azt, hogy meg lehetett kérdése? Igen. Az mit jelent, amikor minden egyes anyagban? Az anyag végén azt látjuk, hogy az előterjesztés törvényes, análizt előtti azt. És itt azt látom, az előterjesztést láttam. Hát igazából ez a problémám nekem ezzel, hogy a testületnek kellett volna előbb a döntés meghozás után a kivitelezést állt, ahogy elmondottál. A javítható? Az anyagi elfogítással kapcsolatos a problémája, nem közlekedésbiztonsági szakmai probléma. Kettőt ne keverjük össze, kérem. A másik pedig az, hogy szerintem egy közlekedés biztonsági szakértő egy véleményt kaphatott volna ki erről az egészről, hogy akkor hova, milyen táblát javasolt, amíg én ezt sem láttam. Nem kis melléklete a anyagnak. Minek? A hatóság. A hozzájárulás. Hát a hozzájárulás, de maga az, hogy az már egy engedély, tehát az, hogy ő már hozzájárul, de az, hogy ki kérte, meg hogy valószínűleg akkor volt egy kérelem, és akkor kellett volna egy tanulmány, hogy akkor fölméri, hogy akkor ide ezt javaslom, oda meg azt. Tehát így összességében a falura gondolok, tehát hogy egy ilyen átfogó. Hát de ezt csinálta a magyar közút. De erről miért nem készítettek egy dokumentációt? A magyar közút? Nem a magyar közút. Én nem láttam a PDF-nek a
csatolt vezér. Ha az mögött van ilyen tartalom, akkor van, de ha nincs, nincs. A magyar közutat kell megkérni arra, hogy oldja meg a problémát szabályosan. A magyar közút ezeket engedélyezteti a közlekedés hatóság. Ha velem kapcsolatban olyan gondol, hogy a magyar közút helyet állítottam, ilyen nincs. Ezt a magyar közút az ezzel erre feljogosított szervezet állította ki. Tehát, hogy ne, a tanulmányt lehet készíteni. Megbízunk egy függetlenet, aki készít egy tanulmányt, X idő alatt megcsinálja, elkéri a pénzt, szól a magyar közútnak, hogy figyeljetek, ezt szeretnénk, kijön a magyar közút megnézni. Jó, hát szerintünk ez ideje teljesen nem jó, mert hogy ezt meg ezt a célt nem szolgálja, akkor módosítsátok, módosítják, még fizetünk, és utána majd a magyar közút kiadja az engedélyt, hiszen ő a közlekedési hatóság, vagyis ő egyeztet. A magyar közút is úgy ad engedélyt, hogy a közlekedési hatóság jóvá hagyja. Van más? Én se az eredményt vitatom, mert szakmailag én sem kötnék bele, hogy most milyen táblát meg hova kell kihelyezni, hogyha eljön egy ilyen folyamat, de tényleg itt ilyen kicsit ilyen világcsapásszerű tört a dolog, mert én is úgy gondolom, hogy nem az a, meg nem, az, nem is annak ez problémája, aki szeretné a biztonságot, meg valakinek kényelmet, annak mindig problémája lesz ezzel, de nem ez a fő kérdés szerintem, például csak az, hogy ezt a hosszabban a fölvezetők van, akkor mindenki jobban átmegy, ha nem is döntőleg szólt volna bele, hogy most, na most oda milyen táblát tegyünk, mert a véleményezheti, de nem azon múlt volna. Nem tudom, hogy lehet, hogy be kellett volna fékezni ezt a folyamatot egy kicsit, hogy akkor vasoljunk, lehet, akkor küldjünk egy ilyen tervezetet, esetleg még akár véleményezhetésre is, vagy bármire, hogy egy kicsit a köztudatba bekerüljön, és akkor ne ilyen próbálásszerűen. Jó, hát ez most már tök mindegy, de azt mondom, hogy ha valami hasonló projekt lesz jövőben, akkor mindenképpen el kéne érni azt, hogy több irányból kerüljön ez így elő az egész lakosság számára, és akkor kicsit egyszerűbben megy az egész. Bár azt azért, hogy mindenki elfogja a testület közül, remélem, hogy erről azért fontosan volt szó, hogy gond van a parkolásunk, hogy ez a gond van. Bocsánat, most, hogyha értenek, hogyha értenek, megkérdezik, és mondom, akkor én nekülünk mindig, hogy értenek magam, hogy... Ez a döntés, a parkolási problémának a megoldása, ez már nagyon végre megfogalmazódott mindenkiben. Itt a problémája a tisztelt képviselő testületnek a végrehajtás módja, ami az én problémám is volt, mert hogy ugye miért hoztuk elő a testületülést, mert a tisztelt képviselők mennek nyaralni, és én mit szeretek, ha mindent tudnak, bocsánat. A ütemterv szerint jövő héten szerdán lett van testületülés. És most pénteken lehet, hogy jövő héten helyezték volna ki a táblákat. És az, hogy ők kihelyezték a táblát, mondjam azt, hogy menjetek vissza. Amikor örülünk annak, hogy a közút végre nem mikor hoztol, októberben hoztol, hogy felkészítünk a téren, vagy amikor leesik, ahol nincs itt. Tehát, hogy én erre, aki, igen, eljárási hibát lehet benne találni, de ennek a szakmaiságát megkérdezni a közút részéről, tehát a közúttal szemben szerintem hiba. És a költségvetésünk bár ilyen sort nem tartalmazott, hogy közlekedési táblák elhelyezése, de én nagyon szigorúan velünk, hogy lehet, hogy a fejlesztési sorban is belefér. Azért tartalmazta. Tehát, hogy továbbra is mindegy. Van még kérdés? Igen? A közútkezelői hozzájárulás augusztus 3-án. Akkor volt a helyszíni bejárás. Nem, a helyszíni bejárás az előtt volt. De a hozzájárulás nem augusztus 3. Azóta azért egy pár nap. És azért mondom én is, amikor a Nobel-díjat kiosztották a testületnek először, hogy ilyet csináltunk, és csak néztem, hogy most mi baj van. Szóval elég furcsa volt, hogy nagyon megelőzte. De a lakosságot is nagyon meg kellett volna ebben mondani, mert ez egy olyan probléma, hogy ezt nem két embernek kellett volna megoldani, szerintem.
És még most sincsenek ilyen tisztában, hogy most például akik hétvégén nem tudtak beoltani az útra, mert hogy hova menjenek engedélyéhez, vagy már ki van ez dolgozva, hogy kell tenni, hova kell menni, vagy leáll a fülőgép, bejön gyalog, vagy be se jött az utcában meg autóval, meg szóval teljes a káosz ebben szerintem. Szóval itt nagyon megelőzte az említésbe, igen, ezt a gondolom. Nem volt olyan, aki nem tudott parkolni, ezt szeretném mondani. Én úgy, most csak azt keresem elnézést, és ezt jelentem, de hogy én mikor kaptam meg ezt az augusztus 30-i ügyet? 23-án. Mert hogy én nem kapom meg az ügyfélpapírra érkezett hivatalos dokumentumokat, ez nem egy sima e-mailbe jött, hanem ez a központi rendszerbe jött. És én felhívtam 23-án a közutat, hogy érdeklődik, hogy kim voltatok, hogy mikor jön meg, és mondták, hogy megküldtük. És első, és nekem elküldtek aznap egy e-mailt, amiben tését küldték meg. És felhívtam, hogy nem jó. És akkor átküldték csetét 23-án. És én 23-án kaptam azt is, hogy a plasztír út az, aki ezeket a tevékenységet végzi, és én 23-án küldtem el, hogy szeretném kérni, hogy az iskola megkezdésre legyen meg. Telefonálmintatban nincs, de egy percet. Tehát, és az, hogy a rendőrség, ugye valójában egy ilyen gentleman agreement született, hogy nehogy büntessetek, az pont azért volt, mert ugye ezt úgy kellett volna megcsinálni Ormács esetben, hogy szeptember elején kihelyezik a táblákat, előtte a buszosok kapnak egy tájékoztatót, hogy figyelj, ott lesz a buszparkoló, oda tudsz kimenni, és az a néhány kamionos is. Hiszen most különben csak annyi, hogy a megállt tilos tábla, akkor az rendben van, meg a várakozni tilos, most a behajtani tilos táblákról beszél, mert az az önkormányzati területet. Tehát, hogy nekem az egész lebonyolítása. Az közút, az ugye 7,5 tonnánál pedig ugye ellest is megfizetik igazatban. Persze, az nem fizetek semmit. Még meg tudom, hogy mennyi mindent mi fizetünk az állam helyett, majd a következő napjára. Hogy ugye ott pedig nem vonatkozik a helyi vállalkozásra. De a helyi vállalkozás számára is, hiszen ő neki csak a telephelyére vonatkozó behajtás engedélyezett, ezért ugye az a terv, hogy a helyi vállalkozások kapnak egy behajtani tilos feloldásot, hiszen ha a vállalkozói tevékenységet végznek a faluban, akkor nem lehet őket korlátozni. Ezeket a jóváhagyást követően remélhetőleg holnap megküldjük. Aztán ezen kívül ugye a mezőgazdasági eszközökre nem vonatkoznak ezek a behajtani tilos táblák, hiszen ők bármilyen körülmények között be tudnak menni. Ugyanez igaz az építőipari gépekre is. Sajnos. Ezt hozzá kell tenni, hiszen azok tök nagy súlyúak is rombolják az utakat. A 7,5 tonnás is látszik, a 7,5 tonnának különben a problémája számomra már szembe jön, aki a Hunyadi utcában érkezik, biztos nekik is, hogy az a kék kamion, az az MAN, az 7,5 tonnás. És szerintem több tászolja van az út. De ugyanúgy probléma, hogy Tóth Imre Tibor vállalkozónak a gépjárműben a csomra csapáson áll kettő kamion, de előtte a táblák hiányában csont nélkül behajtott a Hunyadi utcába, és ott szerelte. És amikor megkérdeztem tőle, hogy Imit, miért? Szóval azért udar nem mehetek behajtani tilos táblában. Tehát, hogy azért az összes olyan sztori, bocsánat, hogy már mindenhol szabályozó van, sőt, extrém példa, vannak olyan települések, ahol pénzt vettek a behajtani tilos, vagy a behajtási engedélye. Eszünk Ákában nincs pénz. Azt hittem az inspirált. Mi? Ja. Nem, köszönöm. Tehát engem az inspirált, hogy a biztonság növekedjen, illetve ugye ott vannak az ebrás projektjeink, van felfüggesztett engedélyünk az ebrák kialakítására, de ugye ismert a képviselőtestület előtt, de a jelenlévőt még elmondom, hogy iszonyú költsége van az ebrák felfestésének, hiszen nem csak a festéket kell megvenni, hanem a közvilágítást kell hozzá korszerűsíteni, és mindkét oldalon a járdát kell biztosítani. És például a küvest felől érkezőknél a legoptimálisabb pont a járdára vonatkozóan, hogyha az Orbán háztól az Albert szülőházáig csinálunk egy járdát, de azt ki kell emelni a közüttől, oda kell berakni még több lámpát, és korláttal el kell látni oldalt, és az Albert Mihály szülői házánál lenne az átjárat. És a sútyomból érkezőket is ugye járdával az Elmanék előtt el kell menni a járdát. Tehát ennek az egésznek a költsége az hatalmas.
van, engedélyeink megvannak, csak a beruházás ugye nem kell, nem szabad most megvalósítanunk, hogyha a Magyar Közút ugye azt az ígéretet, amit tettek, megvalósít, ugye a teljes út, a beletelett utat felújítja, a 82-16-ot, nem a mellé utcákat, a 82-16-ot járdáslan és árokkal együtt. Tehát ezt ennél jobban nem tudom, hogy milyen módon lehet volna megcsinálni. Szerintem én vállalom, a 7,5 tonna is sok. És valamennyi ütöket remélem, hogy zavart a Hunyadi utcában két hónapig álló 13-6-os pótkocsi, aminek az eredete is nem tudom, hogy szabályos-e. Én ezt gondolom. És azt hiszem, hogy rengeteget beszélek, és talán nem feleslegesen a döntésekről, azok előkészítéséről, polgármesteri beszámolókon is, és ezt a jövőben is szeretném ilyen módon megtartani, mert tényleg azt gondolom, hogy a tájékoztatás az fontos, és hogy minden oldalról kell tájékoztatni az embereket. És itt ezzel kapcsolatos döntés, a szakmai döntést elutasítja a tisztelt képviselőtestület, akkor képviselőtestület nagyobb szakértőben a Magyar Között képviselői. Ha a teljesítéssel kapcsolatos fizetési kötelezettséget utasítja el, akkor azt pedig megteheti. De a szakmai döntés szinte megkérdőjelezni, hát én nem tudom. Én még nem a szakmai döntést vagyok most figyelembevéve ezzel a döntéssel kapcsolatban, hanem azzal, hogy megint úgy lett valami megcsinálva, hogy utólagosan, és akkor kérjük a felhatalmazást, és kérjük a... Hát... Ez nem... Nekem ez most már nem tud be. Sok minden van. De hát én még csak egyszer használtam a bírót. Jó, egy szakmélet érsebb izatom, de az eljárást azt igen. Van-e valakinek kiegészítő? Én mondom, hogy nem úgy mondta ezt augusztus 3-nak, mert akkor valószínűleg júliusban igyeztétek. De nem augusztusban. Mert akkor jött ki a hozzájárulás. Akkor az, hogy a valami ügyezéd előtörténete van, hogy nem gondolt, hogy egyet alakadott közön, hogy a hozzájárulás, de nem kérvényezték tőle. De akkor ez már júliusban valamikor igyeztétek, hogy ide, ahova mit kell, de erről mi nem tudjuk. Pedig aztán ott az elég hosszú ideje, tehát. A 2023. 3.29-es bejegyzésen is van ezen fel a ellátás, és 2021-es is. És mindig a parkolóbuszok tulajdonosságot értesíteni április 10-án volt, több határidő volt, április 15-től kint kell parkolni táblák megjelölése. Buszok nagy kitiltása, parkolók biztosítása, akkor ott volt a tesztalan, hogy kiteszteli a parkolót. A Bernadett előtt is sokáig állt busz, amit megváltozott körülmények után zavaró volt. Hiszen jelezte, még akkor nem volt képviselő, ahol emlékszem. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, ügyek, amik alapvetően elengedhetetlenek szerintem ahhoz, hogy ez a közlekedés fejlesztési projekt ilyen módon megvalósuljon. És én továbbra is azt gondolom, hogy maga a projekt az alaposságot szolgáltat és szolgálja. Tehát annyit fogunk tudni csinálni, egyszerű, hogyha nem, ha a képviselőtestület úgy dönt, hogy nem, akkor holnap reggel én felkérem az önkormányzati dolgozót, és letakarják az összes táblát, és akkor mindenki ugye tovább a felelősségbe. Hát a testület nem támogatta. Jó? Hiszen amilyenek a táblak, hogy nem használhatjuk. Ha nem használhatjuk, nem, akkor le kell tapolni is. Így van. Szóval, hogy vegyem? Szerintem én. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy utólag ezt nem lehet elrendezni, hogy legalább a Gézapiac és a bolt között az egyik oldalon lehessen parkolni. A 26-os hatósági jegyzőkönyv kiadása, hogy lehet kezdeményezni ennek módosítását. De az is le van írva, hogy akkor fogják módosítani, hogy megváltoztak a forgalmi szokások. Tehát ezt kell elfogadni, hogy
forgalmi szokások generálták, táblák kihelyezését. Nem érzelmi döntések hozzák. Ezeket szakmai döntések. Ha az 5 perces kiért táblát átírjuk, vagy átiratjuk 15 percen, akkor az megnyugtató? Ez nekem már megnyugtató. Annyit le, nem lehet rá galaciát vállalni, mert hogy az sem lehetséges, csak szólok, hogy egész a táblának a létjogosultságát meg kell érezzük egy 4 órás várakozással. Tehát olyat fel lehet tenni a közút felé, megkérdezzük, hogy akkor a várakozni tilos táblák, kiegészítő táblák ezen két pontban 15 percre javasolják el bővíteni, és hogyha igen, akkor úgy adják ki az engedélyt. És ők fognak engedélyt kérni, nem mi adunk ki engedélyt. Jó, hát akkor én ezt kérném, hogy lepróbáljátok akkor intézkedni nekem. Mert azért nekem ez elég hátrányos helyzet, mert 5 perc alatt nem lehet bevásárolni, tehát én ezt így gondolom. Jó. Jó? Uh-huh. Akkor én ezt szeretném kérni, hogy ez így megpróbáljátok. Az én részemben nincsen akadálya, amennyiben tovább megy a projekt, hanem meg tovább, akkor nincs valamit kezdeni, mert holnap lett a parkoló. És akkor a másik meg az, hogy én hol tudnék parkolót, tehát én szívesen csinálnék parkolót mondjuk a bolt előtt, de ti is tudjátok, hogy nem a bolti vásárlók állnak ott be. Tudjuk. És nem ők állnak ott órákat. Tehát én, nekem ez könnyebbítés lenne, ha 15 perces várakozási tábla lenne kint. Uh-huh. Mert ti most az orsi elég... 15 percben is, akkor sajnálom, hogy csak az autót. Hát de annyi idő alatt, ha ő hozzá bemény, akkor az egy 15 perc alatt azért be tud vásárolni. Várjátok a testetülés, ez nem is összó. Tehát ezt megbeszélni most a javaslatokat, szerintem tudjuk tenni, tudunk róla beszélni, ahogy múltban is volt jelzés, el lett mondva, a buszöblől sajnos az buszöblől, tehát a buszöblől változtatni nem lehet. Az a legnagyobb gondunk, ott rögtön azt a bővítő táblát, hogy 15 perc, azt szerintem meg lehet tenni, hogy mondjuk nem is a teljes szakasz, de odaírjuk, hogy mondjuk 20 méter, 15 perc. Csak ugye azt is valahol el kell kerülni, hogy nehogy annyi kiegészítő távol legyen, hogy már összezavarja az érintetteket. Tehát az, amit a közlekedési, amit a közút meghatározott megállni vállalkozott a táblák, az a kiegészítő tábla is egy könnyebbség. És pontosan tudjuk azt, hogy mely személyekről beszélünk, akik úgy parkolnak. És ugye ez is szóba jött, hogy a közút javaslata az még a bisztró előtti részre is szólt, és arra meg én mondtam, hogy ha lehet, akkor meg nem lehet valahol meg kéne állni. Ugye most valamit még jeleztük, akkor fessük fel a szálkát, magánterület, hogy fessük fel, de segítünk, felfessük. Egy éve mondtam neki, amikor a polgármester azt jelezte, hogy neki ez probléma, hogy ő is látja, hogy nála rosszul parkolnak az autók, és hogy ez veszélyes. Reggel megáll egy 13-os, 40 tonnás autó, egyik oldalon, másik oldalon, és szemben egy sáv van, ugye? Tehát, hogy ezek, bocsánat, mindenki felelőssége az összes kereskedői és az összes sofőré, aki nem a közlekedés szabály szerint parkol és várakozik. És mi történt volna akkor, hogy múltkor is volt, hogy ebből egy baleset, ment a vita, hogy ki volt a hibás. Mit mond a szóbeszéd? Az a motoros húzta. Mit mond a kamera? Aki jött ki, nem volt körültekintő. Tehát, hogy, és volt baleset, bocsánat, a rossz parkolásban volt baleset. Bár ott pont volt parkoló, de nem volt helyes. Nem a rossz parkolás miatt volt. A rossz vezetői szokások. De hogy alapvetően parkolással összefüggő, akkor vissza lehet oda menni, hogy az a másik autó, aki ott parkolt, az kinek volt a vendége. De hogy azért kell azt a halszánkát felfesteni, mert például a Violetta is, Violetta, Levendula üzletház, ő például, miután ott megvolt a tulajdonosok közötti szóváltás, ő beáll magához. Amikor a haraplakba valaki megy étkezni, a polgármester azt mondja, elmondta, hogy hányan állnak be a parkolóba? Kettem. Ki az? Te. Még mindenki. Na. Ennyi. Nagyon nem állunk, csak a délután, hogyha a helyzet azt kívánja. De hogy, bocsánat, ki van rakva a pére? Miért nem megy be? És különben Erika, igen. Különben még veszélyesebb Attila. Igen. Ki kell, akkor tudod mi? Oda a szembe ki kell rakni egy ilyen domboló között tükröt, és akkor azzal valahogy. De balra én akkor sem engedném a kanyarodást. Tehát ki lehet oda rakni egy ilyen táblát, hogy csak jobbra kanyarodják. És már is megvan oldva. Mert akkor lesz baj, és akkor szívnak mindenkit, amikor baj lesz. Na jó, de erre szerettem volna, hogy én egy ilyen, hogy akkor nyújt le,
amire mondjuk a telkek, meg a bármire meg volt a tűzre ember, hívjuk meg az ottani várkozókat, hívjuk meg azokat a várkozókat, hívjuk meg, akinek a busz probléma van, mindenkire üljünk le, egyeztessünk, mert ez minden másban egészen eddig sokszor jól működött. Igen, de ez a kérdés nem összekeverhető egy terepcsalakítás kérdésével. Hiszen a vállalkozók esetében, akármennyire ezt fák kimondani nekem is, ez alapvetően nekik egyéni érdekük, és nem közösségi érdekük. És mi, akik itt ülünk, nem egyéni érdekeket kell figyelembe vennünk, hanem közösségi érdekeket kell figyelembe vennünk. Mindenkinek az érdeke az, hogy balesetmentesen lehessen. Akkor erről szól az előterjesztés. Ezzel nincs probléma. A probléma az megint a levél kivitelezésével van. Szóval? Csak röviden. Rövid leszek. Egy ötlet, hogy nagyon sok áruháznak ki van téve, hogy a kivétel vásárlóknak olyan tábla, viszont, hogy meg lehet csinálni a dohánybolt vagy a virágboltnál, vissza kellene tenni egy táblát, hogy megállni tilos felszabadítva. Köszönjük az ötletet. És tudod, meg a kereszteződés szabja föl. Tudom, hogy mifelénk raktatok olyan táblát, hogy csak 100 méterre elég. Nem tudom. Hát gyakorlik, ha megnézed, Patonja jégtúl, nem tudod, a következő keresztet is fölveszi. Feloldja. Utána visszafele, meg feloldja a ti előttetek levő kereszteződés. A való az ellentétes oldal előtt vesződés szintén nem oldja fel, de majd elmondja. Még bocsánat, egy kereszteződés feloldja a táblát. Az ott nem kereszteződés. Még nem mondta, hogy hát a kövácsukban nem kereszteződés van. Azért van, a másik oldalt nem mondja fel. Nem, itt a várakozási tilos van. Tudod, de a várakozási tilos táblák már aki oda nem rakott ki, akkor ez fel van oldva. Akkor nekem, ha gondolod, hogy ezt beküldhetjük ezt is, ahogy az Erikát is beküldjük, de az lesz a végeredménye, hogy még kilaknak táblák, akkor te rámadod. Én csak annyit mondtam, hogy gondolom, hogy téged előtted már megállhatnak az autók. Az ő nem megállhat, mert az nem patka, hanem az egy kialakított park. Tudjuk. Az engedélye rendelkezik, hogy kialakított parkoló. Jó ötletnek mondtam, hogy meg ezeket, hogy kitenni, hogy kivételes vásárolni. Hát ez már jövő. Hét éve van. Ugye nincs hol a papírunk, és hogy akkor most nekünk ott lehet megállni, nem? Mert hát ott 5 perc alatt, hogy sajnálják, hogy dolgozni. Lesz hozzá egy hozzájáruló nyilatkozat, és semmi. Jó, a másik kérdésem viszont apukám nevébe szeretnék kérdezni, hogy azt mondtad, kim voltak ugye felmérni a falut. És gondolom, akkor minden utcába mindent felmértek a buszokat, és hogy apukám 27 éve onnan jár ki, még az előző polgármesterrel ki lett alakítva az a parkoló, hogy nem is az úton áll, még beljebb vagy 50-60 centire, hogy ő neki miért kell kimenni, kinek van útjában. Hogy nem tudom, Zsoltit akkor meg szeretném kérdezni, hogy panasz volt-e rá, vagy kinek érkezett, hogy nem az, hogy ti, csak ti ott vagytok a szomszédban, hogy érkezett-e ez idő alatt apukámra panasz. Ez az, amit mondtam, hogy nem lehet részlet szabályt hozni, hogy valakinek kedvezel, valakinek nem kedvezel, mert a diszkriminatív, ez egységes. És senki nem fogja a szemedbe mondani, hogy nem zavar a busz, vagy hogy zavar a busz, bocsánat. De amikor otthon leülnek, és reggel 4-kor indít, akkor lehet, hogy zavarja. Szavar valami? Ahogy a Feri is zavarja, akkor a 9-kor lakosságot. Zsoltinak az édesanyukája, az megoldotta azt, hogy hát ne a játszótér legyen a buszmelegítés, hanem arrább tette. Hogy ne ott melegítsék a házatok előtt a buszt. Ez pedig vagy 30 éve, vagy 40. Igaz, Zsolti? Ez anyukád megoldott, hogy inkább csináltatott egy buszfordulót kint. Hogy na, én is inkább lett ott egy játszótér. Hogy ne ott forduljanak a buszok. Ez küzdelmes volt. Jó, de ez is azt szolgálta. Tehát ez is azt szolgálta. Tehát itt azt kell elfogadni, hogy... És különben édesapádnak még közel is van. Nem annyira közel, mint eddig. Tehát a Borbély Balázs is mindig késett az iskolából, pedig ő lakott a legközelebb az iskolából. És a másik kérdésem, amit megint apukám szeretne kérdezni, hogy valamilyen szinten lesznek ott figyelve a buszok, igen, vagy valamilyen szinten megőrizve? Van jelenleg is, fenn. A van két közvilágítás, az bekapcsolási kerül most, és ugye az egy körbekerített rész. És oda be tudnánk. Tehát se gázolaj, se akkumulátor, se semmi, hogy ne legyen a buszoknak bajom, mert nem feltételezve semmi negatívumot, a legnagyobb probléma a kamera. A gázolaj.
meg a téli, hogy akkor az utót gondolom már ezt takarítva, persze, hogy hát normálisan tudjanak ők kibekülni. Sőt, szerettük volna azt is, hogy esetleg azt a részt, hiszen el is beszéltünk a képviselőtestülettel, hogy aszfaltoztassuk le, hogy a buszparkolás megoldott legyen. Szerintem erről júniusban többször is. Hál' Isten, boldogattok rá, de nem tudtuk adni ezt a pályázatot sajnos. Mert hogy nem felelt meg a pályázati kritériumnak. Tudom, hogy ugye arról szó, hogy én javasoltam, hogy pont a kiköltözés miatt, hogy jön az idő, hogy költöztessük oda ki a buszokat, és ott legyen leaszfaltozva. A pályázat nem lett beadva? Nem lett eredményes. De nem arra lett beadva, hanem járdára. Ha már járdához hát részítélünk, inkább én akkor látott, inkább a pizzeria, a volt pizzeria az mellé. Is igen, hát akkor jó. Az a projekt, hogy ott indokoltabbnak tartom. Az is nagyon durva. Azért indokoltunk, mert erre volt anyjába. De hidd el, hogy ott az Orbánháztól az meg még durvá. Vagy minimum ugyanannyira. Mert ott ráadásul nagy sebessége jönnek az autók. Igen, ez már egy nagyon régi sztori. És akkor is kérdeznék el az, hogy olyat nem lehet benyújtani akkor, hogy rakjanak fix kamerát? Például de. Hozzánk, mert ott ja, eszméletlen. Bocsánat, ezek az autók, ja, akár lefényben, vagy ez jogos. A sebességmérő kamera, jó. Mert figyelj, nálunk előznek. Ott úgy mennek az autók, hogy ja. Nagyon durva. A Facebookon olvastátok a posztot, amit ezzel kapcsolatban írtam? Hát olvastam, de ilyen... Ja, benne van a Lassító-sziget, benne van a központos de az a Lassító-sziget. A Lassító-szigetnek az az oka, hogy ugye, nem hogy gyorsít az autó, hanem gyorsan érkezik a település, és nem csökkenti a sebességét. Ha lassító szigetet helyezünk el, akkor ugye kényszerítjük a sebességcsökkenésre. És véletünk statisztikát, a testület számára is ismert statisztika, az átmenő forgalom átlagsebességével kapcsolatos. A rendőrség kihelyezett egy táblát, egy mérőeszközt a Dudar felé merő, és az két irányú forgalmat mért. Több mint 2000 gépjármű halad el a faluba, és 2100 valamennyi. És minden órában az átlagsebesség meghaladja az 55 km-t. A legnagyobb átlagsebesség 22 óra 40 magasságában van a buszok által. Amikor kimennek a faluba, meg ahogy beérkeznek a faluba. Nagyon kemény. Voltak olyan mérőpontok, hogy 110-zel érkeztek a településre be. És szerettük volna azt, hogy legyen fix kamera. Fix kamerára nincs lehetőség. Amit te mondasz, az a nagy, az a Véda. Hát, vagy a Véda egyáltalán van az a kicsi, az úgy van, hogy a megyének egy mobil mérője van, és azt teszik különböző pontokra, azt viszik. Ott van egy üres robot. Itt rátoltam, ugye. Micsoda? Tegnap itt rátoltam, tettél. Na, jó. És akkor azt abba helyezik át időszakosan. Annak a kis doboznak a kialakítási költsége 5 millió forint. Mint az őrnek 3-ban. Mint? Csak ja, bocs, azt nem a rendőrség rakta ki, igazából. Azt mondta, az Andor rakta ki a polgármester, legyártatta ugyanazt a dobozt és kirakta. És akkor sose lesz trafipax. De tök jó az ötven. Három az biztos. Milyen élet? Mert a közszakmai ságáról annyit, hogy a Dudar egyenesnek a régén ott van az ütelés tábla, és a Pácsi utcai keresztül is oldja fel, tehát elvileg 50-nek kéne végig jönni maga. Nagyon szakadé az is. Hát? Nem tudom, mi volt. Szerintem az az építkezés során kint van. Visszafele, meg ugyanúgy az espanyol, nem? Előttem az 50-es, és akkor a oszlopi elálló, ugye a fele Dudaronnak. Nem szóval élem, betartott. Ennyi szakadé sárga. Én nem tudom, hogy nagyon között, jó? Azt is látom, amúgy, hogy a buszoknak parkolási díjat kell meg fizetni. Ez eleletlenül a... Nincs még meghirdett a számunkra, ezt a testület mondja azt, hogy nem kell. Különben jelenleg van egy, azt különben, bocsánat, a buszok soha nem fizettek súlyadót sem. És azzal, hogy az a terület most megnyílik számunkra, annak van egy kezelési költsége. Azt karban kell tartani, most is karban tartjuk, sem. De mondjuk ott vissza lesz kapcsolva a villanyomnak van egy költség. 500 forint per napot határoztunk, vagy javaslatot tettem bele, 500 forintot. Veszprémbe, vagy nem tudom, egy parkolás 600 forint per óra. Nem fog ez miatt emelkedni a buszoknak a költsége, azt gondolom, hogy kiszámláznak a változások felé.
nek nincs helyi, olyan, ha helyi vállalkozók érintenek, akkor ugye neki van telepje, tehát nem kell kint parkolnia. Ezt nem fogják levonni sem a buszsofőrtől, sem máson, de mondhatjuk azt, hogy nem kell. Itt a napi eseti díj az 5000 forint. Azaz. Az eseti. És akkor most, ha jön egy kiránduló busz Cseténybe, a hasonló megérni egy nyugdíjas. Igen, előre bejelentkezik. Igen. A hasonló bejelentkezik előre. Kirendelik. És akkor kirendelik az emberek. Kérdezzem, hogy bocsánat, az engedélyt azt a körülkezelő adja, nem az nem. Önkormányzat. Ezek mellékutcák, Erika. A mellékutcák kezelése az önkormányzati feladat. Tehát a Hunyadi... Tehát meg akkor mégis a közútkezelő. Az a főút mellett lévő tábla, közútkezelő. A 7,5 tonnás az önkormányzat. A kinti, tehát a Csepényt átadott főúton, a 82-16-on, a megállítós várakozás tudostába az közútkezelő. A mellékutcák az önkormányzat. Tehát a mellékut ugyanúgy a közútkezelő nem tolja a havat a mellékutcába, mert hogy nem az ő kezelésében van. Az önkormányzat meg nem tolja az utat a főúton. Jó, tehát a mellékutcákba történt behajtást, azt az önkormányzat biztosítja, adja ki. Igen? Még egy kérdés. Ha rajtam kívül még a többség úgy dönt, hogy ez most nem fogadja el, mert ez a szöntők érdemben csak ez a megoldás lehet, hogy a táblákat letakarjuk volna, vagy van-e más? Nincs felhúzva van. És mivel valaki látja, akkor be kell, hogy tartsa. Jó. Egyéb? Valakinek? Szabad érdeklődni. Gondoltam, tudod ezt mondani. Na, a fő probléma az, hogy oké, okay, hogy engedélyt kell kérni, hogy bemehessél 7,5 tonna fölött. De amikor valaki rendel egy autófát és sáros az út, és azt mondja az ADS, majd nem tudja, hogy mikor tudja küldeni az autót, akkor el kell gondolkodni, hogy akkor most melyik napra kérjünk engedélyt, vagy kire, vagy hogyan. Jós a kérdés. Ezért, amikor megírnak a behajtási engedélyt, időtartamra igényled, és megadod a rendszámot. De azt sem tudom, hogy hát ki fogja hozni. De, az erdész tudja. Az erdész azt mondta, hogy hát keres maszekot, vagy valaki. Ha találtál maszekot, akkor tudod, hogy ki hozza. És honnan tudjam, hogy a 2 hétig nem hozza. Akkor majd szól, hogy most fogja hozni, pár nap múlva. De azért mondtam, hogy egyszerűbb volna, hogy az ilyen, hogy kivétel célforgalom, mert ott nem azért hozott valaki egy autó valamit, mert ott fog parkolni, meg unatkozni, így csak azért jön, hogy lepakulj, aztán isz ki. A te esetedben ez azért jó, mert itt a főúton. Hm? Te esetedben azért jó, mert a főúton laksz, de az... Én a mellékutasokról beszélek. Köszönjük, én is ott élek. És alapvetően ez egy kezelhető mennyiség. De ha kirakod a célforgalmat, amit te szeretnél, akkor tök minden. Nem tudom, gyerekkorodban emlékeztél, hogy tehát erre az utcára ki volt tartva a behajtani tilos tábla, kivétel célforgalom. Mert én így bejöttem föl. A rendőr kínált, Saroki Józsi bácsikul elkezdve a többi. Jó, akkor volt még KMB, és nekem hiányzik a KMB. Nincsen. De most hát hiszem, az én javaslatom a 3,5 tomba mellett még az is, hogy én egyirányosítanám a látókszit. Csak hogy ne legyen az, hogy nem beszéltünk róla, de majd tessék. De akkor ez olyan, mint az egyszerű kisasszony, amikor azt mondta, hogy hát a temető utcáját gyakorlatilag, hogy fekvőrendőröket akar betenni. És mondtam neki, hogy már a crossmotorosok mennek. A fekvőrendőre már érkezett igényben. Az lehet, hogy a crossmotorosok, mondom, ráránt a gázra, ugrik egyet, de a holtoló még nem tudja letolni normálisan. És utána, amikor rámegy falat, az becsúszik abban még állatban, utána meg katasztrófi. Jó, ha van esetleg még kérdés vagy, akkor szavazhatunk. Támogatom azt, hogy itt a boltnál legyen valami kis
ultimátum, ha nem is a 15 percet, stb. Az mind, hogy vagy már egy év megoldás, az tényleg... Annak szerint én azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk tenni. Tehát szerintem ennek az legyen az útja, hogyha ezt javasolhatom, hogyha nem kellettük tudni, hogy táblákat, hogy jön egy e-mail, önkormányzat.hu-ra, ahol leírjuk azt, hogy akkor a bolt, forgalma, bár vásárlószokások az 5 perc kevés, szeretnék kezdeményezni a bolt működési biztonságának érdekében, hogy ezt toljuk ki. Tetszel javaslatot 15 perc. És akkor mivel ez iktatva van, ezt elküldjük a közútkezelőnek, és akkor ő majd hivatalosan válaszol nekünk, és akkor azt mi tudjuk neked mutatni, hogy figyelj, ez jött, ez maradt. De az is megoldás, hogyha a 20 méterre tesszük. Jó? Nekem ezzel kapcsolatban. De ugyanez volt, hogy nem volt áruszállításos kiegészítő tábla a műanyagban sem. Tehát az ugye egyből beszéltem a Cerikával, meg hívta a Pégségből is, és akkor azért lett tudnánk kiegészíteni. De az önkormányzat kezelésben lévő út, azt mi megtegyük. Jó? Bocsánat, ennyit szeretnék hozzáfűzni, bár igaz, hogy nem kérdezték a véleményemet. Ugye most legyárni tilos, meg mindenféle tábla kint van, és ugye a hétköznapokban ez működtet és teljesen jó. De hát amíg szereztek egy ilyen grandiózus falatot, ahol három ember idejön, a parkolásot fogod megoldani. Nagyon jó a kérdés, lesz majd a grandiózus falnak előtt. Jó, oké, csak kíváncsi lennék arra, hogy ha bejön le egy ember, akkor hol fognak megállni. Bizonyos. Nem kell, hogy grandiózus legyen, de csak 300 ember jön már autóval, és akkor már is. Az már, az a fotóban csak is öreg. Igaz, egy hétvégi így van. Tehát amikor mindenjönnek Balatonfüledből, megnézzük a kastélyt is, mindenjönnek 100 család is, nem tud megjönni. Jó, köszönöm szépen. Jó. Attila, még annyit, utolsó beszélgettem, beszélgettem Morgit nénivel is, meg néked, jó, ne olyan előtt parkoljanak meg, stb. De hogyha egy feloldó táblát, ezt most komolyan gondoltam, hogy kicsit visszább teszel, mint a kereszteződés. Feri, nyújtsd be az igény. Ennyit, úgy, ahogy az Erika, tedd meg. Tudod, mit akarok mondani? Tudom. Hogy meg lehessen ott állni, mert akkor is megáll, akkor is behajt. Én elnézem a társaik fele, mennek fel a kamionok, vastagon le sem fogja tojni, bocsánat, hogy ezt mondtam, ezért, mert jön Máté Szalkába egy kamionos, és fogalma sincs, hogy ő neki engedély kell oda, már még múlt héten át tudott menni. Ja, tudom, a klesz. De mikor, hogyha ő vasárnap jön, vasárnap te tudsz neki adni engedélyt? Vasárnap nem fizetenek, hanem hétvégén kamionosokkal. Lehetünk tovább? Akkor mondjuk így, hogy hát akkor péntek, délbe bezártok, és ő péntek este 5-re jön. Máté Szalkára? Nem, akkor ér ide. De mikor indul? Most lehet, hogy Máté Szalkára nem kérde egy vezetési időbe. Nem úgy, hanem a sofőr, de tudod, mit akartam? Tudom, hogy mit akarsz mondani, de szerintem ez sem. Na, mondom ezt, meg én elnézegettem, hogy csak igazából mondhatod, pont az a balesetveszélyes parkolás, hogy megállnak. A virágbolt előtt bepakolni, a dohánybolt előtt, meg mindent bepakolni. De tudod, a kereszteződ is itt tart, hogy a megállni tilos tábla. És akkor is megállnak. De az előbb kimondtad a lényeget, amit köszönöm. Ja. Tudod, egy tábla, aztán jót szakált. Ja. Na, akkor tisztelt képviselőtestület, szeretném kérdezni, hogy a napirendi pont előterjesztést ki az, aki elfogadja és támogatja. Elfogadjuk ilyen készletartásra el ezzel. Akkor holnap letakarjuk a táblákat, és akkor az alpolgármester azt mondja, meg kell, hogy mondja le az alpolgármester rendőrre. Köszönöm szépen. Adhatod. Nem nyújt tovább. Köszönöm. Ha nem probléma, akkor egy tovább. Ja, dehogy. Viszont letes. De... Köszönjük szépen! Sziasztok! 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 Sziasztok!
módosítással. Ugye annyi van, hogy szükséges az új bölcsőre miatt, ugye három bölcsőnek van, vagy három intézménynek van már, vagy lesz, egyik az óvoda, a másik a szálltalan működő mini bölcsőre, a harmadik pedig a lenti új bölcsőre. És ugye ezt be kell léptetni, szükséges meghozni az ezzel kapcsolatos módosítást, hogy mint egy asszony előkészített, ennek a jóvágyását szeretném kéne a tisztelt képviselőtől. Elfogadjuk? Elfogadjuk. Kérem készfelvetésre, köszönöm, lehet így is. Csak még egy, lehet, hogy ez csak a, én nem értem, csak annyi van, hogy itt a névnél, az új névnét megvan, és próbálom gyorsan mondani, a Csetény Csicserő óvoda, bölcsőde és mindig, óvoda és bölcsőde, így van, és utána változik továbbá, és akkor intézményegységek, Csicserő óvoda, Szászószék, stb. És utána pedig itt van, a módosító megállapodásban pedig úgy szerepel, hogy Csetény Csicserő óvoda, bölcsőde és mindig bölcsőde. Most akkor melyik lesz az új neve? Az óvoda és bölcsőde, vagy óvoda, bölcsőde és mini bölcsőde? Óvoda, bölcsőde és mini bölcsőde. Akkor a második óvoda te se éri. Igen. 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 De azért mondom, hogy, hogy most kezdtük ilyen, tehát ilyen mostasítást, hogy nem hagyjuk. De én is úgy gondoltam. Második óvoda, hol mondod? Tetején. Szerintem, hogy óvoda és bölcsőde van. A pont az elő terjesztés után követő egyből már az elején. Ja, igen, mert ugye ez egy tehát az eredeti megállapodás volt, és ugye ez annak a módosítása és egységes szerkezetbe, de oda majd beszúlom akkor még. Köszönöm, Balmér. Következő a testület bölcsődei eszköz beszerzés, hogy bölcsődét szeretném nyitni. A múltkor már ismertettek a legkedvezőbb ajánlatokat, mind a Linux bázis, mind a Horzi RT részéről érkeztek a legjobb ajánlatok, az egyik a bölcsődei berendezést, a másik pedig a kórhának elégítő kórhának a berendezését. Ugye van egy rámelés igényünk a irányító hatóság felé, és az irányító hatóság jelezte, hogy meg fogjuk kapni a forrást, hála Isten, így a bölcsőre nyitásának már nincsen akadálya. A sikerült megbeszélni a nyertes pályázókat, ajánlatot adták, hogy 60, illetve 90 napos fizetési határidőt adnak. Ez azért van, mert nem szeretném fizetni úgy, nem akarunk lejárt számlát, pont. Tehát mire lejár a számladidőm, elégeségem itt van a rámélés az irányító hatóság részéről. Itt csak már arról van felhatalmazásra, hogy én ezeket a szártás szerződéseket aláírom az abban lévő szakmai tartalmazatot. Jó? És akkor kérjük mi a rendelésetet. Elfogadjuk, akkor tényleg készülő hatásra érzik. Négy ilyen, köszönöm szépen. Következő, ja, akkor ez már volt. A védelmi feladatállátás, sajnálom, hogy a Fidesz képviselői kivonultak. Itt lett volna egy ilyen megjegyzésem, hogy a ugye itt az állam elvonta a ilyen feladatokat, és el akarja venni, már kéri azt, hogy ingyen adjuk át az orvosi rendelőt és a rendelőjével mindent. Maga a szerződés azt javaslom megkötni, kivétel az a pont, ahol az ingatlan és ingóeszközök ingyenes használva adásra szól, hiszen én azt gondolom, hogy mindannyian sokat dolgoztunk azért, hogy az ingatlan így módon megépüljön, sok önrészt is tettünk bele, és az ingók is, amik benne vannak, azok sem kétfélért. Hozzáteszem, az államnak az is javaslat, hogy ha átlik, akkor meg fizetik a rezsit a Veszprémi Kórházon keresztül. Ezt így nem... Én ezt nem érzem biztos, hogy inkább azt a minimális rezsiköltséget átvállaljuk. Tehát a feladatellátás szerződés megkötését javaslom megkötni, viszont az ingatlan és ingóeszközök ingyenes használatát nem. Ennyi kiegészítésem van. De. És ebben a... Akkor mi válaszolt nem... Mondta védelmi, mert nem a csak olyan, védelmi, mint az iskola, vagy a biztosítjuk neki a infrastruktúrát. Kb. Hát most ugye, de az iskola is ugye régen. Nem gondolom, viszont, tehát, és ezért szedhetünk majd még valami
A Veszprémi kórháztól kéne pénzt kapnunk egy olyan intézmény rendszerből, ami 70 milliárdos adossággal küzd. Szerinted mi hányadikat veszünk, amikor kompenzálnak tőlük? És ráadásul olyan kiadásokat kérnek havonta, ami emészti az itteni adminisztrációt. Ha emésztjük az adminisztrációt, akkor baj van. És ha ezt mi úgymond megtagadjuk, akkor nem tudnak a jogi eszközzel? Nem, nincs semmi, hiszen nem, mert alapvetően az üzemeltetés az megy. Hát azt is mondták, hogy mi vegyük az én szűréshez kapcsolódó eszközöket, és majd utólag kifizetni. Tehát, hogy ez teljes nonsense. Én az ingatlan vagyunk. Most ott van a közösségi adatozásból, mert ultrahang is előbb-utóbb, akkor az is el. Jó? Akkor így megfelel? Na, ugyanaz a vélemény. Ugye a vízi közmű vagyunk, már is hasonló volt, de hál' Isten még azt sem ment végre, hogy azt is elvette. Igaz sem. Nem ment végre. Akkor így megfelelő ez? Ezzel a kitétellel, hogy az ingatlan szerződés nem tud kifizetni. Jó? Felváltam, vannak a vélemények. Ha elfogadjuk, készpertetésre lesz. Ezt már fogják erőszakolni. Köszönöm. Akkor így közül az a házadás ügyben? Köszönöm, még igen volt. A házi orvos ügyelet, ugye megszüntetésre került az eddigi, az az ügyelet? Igen. Megszüntetésre került az eddigi házi orvos ügyeleti ellátás a jelenlegi megszokott módon. Lehet, hogy pazarló volt a rendszer, ugye kevesebb a házi orvos már, ezért központosítják, annyit fog változni, 1830-as telefonvonalon az OMSZ-hoz kell bejelenteni ezt az egészet, és akkor az OMSZ fogja végezni a ellátást, alapvetően ha baj van, akkor eddig is mellettőt hívott az orvos is. Most gyakorlatilag az OMSZ folytatva a páciensekkel egy beszélgetést, és a beszélgetés során dönt arról, hogy mi a teendő. Kell mentőt hívni, hogy elég egy esetkülönítő orvos szerint küldeni. 112-től is fog működni? Átirányítanak a 1830-ra. Okay. Jó, ezzel kapcsolatban nem csak mihez nem volt. Utólagosan 599 ezer forintot be kell majd most fizetnünk a határozat értelmében az ICR-esi társuláshoz. Kérem ennek a hozzájárulását. Hiszen a feladatellátás megtörtént, ugye szeptember egyel csinálja állás. Csak az eredeti költségvetésünk az első 6 hónapra. Tehát 6.31-ig vállaltunk tervezetet, és most még 2 hónapot kell fizetni. Erről most kaptunk tájékoztatást az ICR-es önkormányzat. Jó, kérem, ezt fogadjuk el. Köszönöm. Ezért nem fogadtak volna az előző. Kulicser Károly Sirem még át. Ugyanaz. Mindetállapodás forrás. Hát akkor beszéltek a mérnök. Jó? Jó, oké, a síremlék átkérdése, hol is? Bocsánat, csak én annyi kiegészítést, hogy egy társulásban nyilván a polgármester képviseli az önkormányzatot. Ott nyilván kell hozni egy döntést. A polgármesterre akkor rá van ruházva az a döntés, hogy a társulásban a véleményét ott nyilván érvényesítse. Ha nem érjük vele egyet, azt is meg lehet a társulási... Tehát azért mondom, tehát, hogy... Mindjárt kezeljük meg is. Jó, oké. Jó, jó. Hol is el kell, hogy sidemítenek átérzés a következő napi rendikon. Ugye mindenünk számára ismert, nem tudom, a jelenlévőknek is szívesen megmutatom. Jelenleg ez a síremléke, hol is el kell, hogy az ürce. Jó? Kint jártam, lefényképeztem, megvizsgáltam, és akkor azt kértem, hogy vagy az a javaslat, hogy akkor ezt helyezzük el Csepére a Hulicsért, a parkban ott legyen méltó helye, és akkor tudunk szépen haladni. Újra kéne temetni, ennek lesz költségvonzata, ez a testületi anyag hozzájárulást ad ahhoz, hogy akkor ezzel kapcsolatos ügyintézéseket megtegyem, és akkor ezt biztosítsuk. Jó? Kérem akkor készítést. Köszönöm. Következő napi rendi pont, a Zöld Bakonyét Non-Profit Kft. Számára, ugye a Kft. Az... Ami promóció. Figyelj, azt én nem láttam, azt a Tini küldte, a
polgármesterül, azért ezt nem mondom, hogy nem látom, mert a testvérek anyag az ott volt a teasztalodon is. Bocsánat, elnézést, ezt hibásan mondtam nálam, ez egy promóció, arról szól, hogy lehet még van hirdetni még a kastélynak a mi az? Hát a marketingját egy kicsit növelni, az ATV-n lehetne akkor ezzel kapcsolatban csinálni egy főműstudős műsoranyagot, ezt megjelentetni 8-szor talán. Én örültem volna, hogy a Timi jön, hiszen Timi rendelkezik olyan statisztikai adatokkal, hogy mekkora forgalmatban ülik jelenleg a kastély. Átlagosan, függetlenül attól, hogy van olyan külső szereplő, mármint egy buszos látogató, hiszen meghirdettük ezt már nyugdíjas klubok irányába is, ilyen 80-100 150 közötti létszámban havonta, ami itt megjelenik. Lehet, hogy ezt lehetne fokozni, a fenntarthatóságához mondjuk szerintem pozitívan hozzá tudna járulni. Én amit nem látok most feltétlenül jónak, hogy ebben az időszakban kell promóciót csinálni, hiszen egy holt időszak van a turisztika szempontjából. Sokkal jobb lenne ezt az egészet egy tavasszal megtenni, bár össze is lehet a kastély parkot gyönyörű képeket csinálni. Ebben nem érzem magam felkészülve. Tehát itt most igazából dönteni kell, hogy melyik csinálni. Hát hogy legyen, vagy ne legyen, vagy hogy melyik. Mondjuk az az imásfilm, az a település számára is felhasználható, majd jó lehetne a jövőben, ez 370 ezer forintos áfa. Hát ezért többet érdemel, mint ilyen gyorsan. Igen, szerintem lesz majd testvétel is, mert akkor lesz esvétel is hangos. Lesz majd napkolvizsgálat. Részletesebb tájékoztatást. Jó, neki menj ezzel az a javaslat, hogy napkolvizsgál. A rendben van, ugye a napkolvizsgálat, nem az önöntést? Köszönöm. Akkor ezután jön a... Zöldbakon, hiszen. Zöldbakon, ez most pedig kettő, ugye küldtünk egy kiegészítő anyagot, ugye ennek az az oka, hogy ugye elvégzés, a falunak megrendezése kerül. A falunakra érkező számláknak a jelentős létezik kifizetését a Zöldbakon, ilyet non-profit Kft. Végezte. Ezen ugye én úgy írtam meg az előterjesztést, hogy felvázoljunk tisztelt testületnek, hogy jelenleg a Zöldbakonnak három irányból vannak bevételei. Van bevétele az étkezési szolgáltatás nyújtásból, van bevétele a Balluf számára végzett üzemeltetési adatokból, mint fűnyírás, takarítás, forrátolás, és ugye van másik bevétele, a harmadik közfeladatellátásból dolgozó bevétel, így zöldterület karbantartás jelentő út, patka karbantartást jelent. Annyi van, hogy ez a zöldterület karbantartás, ezt itt már szemléltet van, hogy rendkívül alulfinanszírozott társaság számára, ezért az ilyen extra kiadásokat valamikor önerőből nem tudja megvalósítani, és jelenleg szüksége van, ahogy az elmúlt években is volt már rá gyakorlat, hogy valójában plusz forrást biztosítottunk a tevékenység ellátásához, és 2+2 millió forint forrás átadást szeretnénk kérni a tisztelt képviselőtestületnek. Ahhoz, hogy a társaság üzemeltetése és üzembiztonságát megtartsuk, 2 millió forintnál átadásra került a falunapokat követően, hogy a falunapok fellépők, illetve szolgáltatási részők számlái kifizetése tudjanak kerülni. Ennyi. Röviden. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Igen, csak a távozott személy volt a felelős a falnak meg a nyújtásnál. Most ezzel mit kezdjük? Hát, ez így megy, hogy utólag szentesíti le ez a törvénytelen. A törvénytelenséget azt teljesen kétem ebben. A működés biztosítása szerintem az kiemelten fontos. Az biztos, de... Jó, én nem tartom törvénytelennek. Bocsánat. Jó, ha most, ha nem négyen vagyok, hanem mondjuk
hárman szavazunk, az pozitív az elég a döntésed? Igazából, tehát ez is egy falsúlyos kérdés azért szerintem, csak a pénzeszköz átadások, meg főleg úgy, hogy én nem láttam még ezt a szerződést, amivel, hogy milyen feladatokra meg mit adunk át. Tehát ugye nekem egy kicsit ez így, nekem ezzel van igazából egy problémám, hogy akkor ezt szerintem, nem tudom, hogyha lehet, akkor ezt én elmondanám. A könyvőnek az volt a javaslata, hogy a szerintem segítse akkor nekem egy kicsit, szerintem viszed a céget, hogy alapvetően átadhat bármikor pénzeszközt az önkormányzat, csak számoljon el vele. Nyilván átadhat, de ez testületi döntés kell. Akkor most testületi döntést magában arról kéne hozni, hogy átadunk pénzeszközt, aminek az elszámolásáról gondoskodik az önkormányzat, nem tudjuk kérni. Ha nem adunk át pénzeszközt, akkor alapvetően meg tud állni az a főnök, amit ők végeznek. Azt pedig mondom, senki nem mondja kétségbe, hogy az önkormányzat gazdasági társaság dolgozik. Tehát nekem is ez más bajom, mert én a hátterét nem láttam ennek az egésznek, tehát hogy milyen szerződés van. És én nekem igazából azzal van problémám, hogy én nem tudom, hogy... Az önkormányzat juttat a forrás? Most tettük össze a szerződéseket, amiket találtunk. Ez még nem kellett. Az önkormányzat adhat forrás a saját önkormányzat társaságnak, valami ez a kérdés? Igen, csak az, hogy milyen feladatra. Működési költségterítés, utolagos elszámolás. De nem úgy, hanem milyen feladatok vannak abban a szerződésben, tehát az étkeztetés. Igen, de mi van bent? Étkezés, gyermekszállítás, meg egyebek, meg tehát az a 17-es szerződés kellene nekem, hogy lássam, hogy abban mi van bent, hogy milyen feladatok. Én nem láttam. Zöld tevek karbantartás benne van, útpatka benne van. És a rendezvény szervezés? Kultúrás esemény? Szerintem sem. Hiszen sose. Most is az is nem, hogy a költség elszámolása jól van. Azt mondom, hogy ha felszavasolnám őket, valószínűleg elég gyorsan lesz a következetes költülés, teljesen mindennyien. Az étkezési számokat találjuk. Hogy én ezt is tudjuk mondani ezt a programot, valamint nem az egy hét vagy a másfél hét program, talán problémát okozni, de azt mondom, hogy főleg, hogyha egy rosszom sem lát, százalom tisztán, akkor én ezt számolnám. Jó, akkor elakadjuk, csak akkor mikor? Mert a cégnek működni kell, és kifizettünk fűnyírásra esik valaklóvé, az éppen elépett képviselőknek. Mert ki kéne fizetni, most már lehetett felőlem. Hogy jóval is lehetne, és a támogatókat. Először meg kell nyilatkoztatni a következő belépőket, hogy vállalják-e, amint visszajön, akkor utána ki lehet. Azt mondok meg. Tehát, ami technikailag lehető legközelebb időpontot, hát a jövő próbáljuk megcsinálni. És akkor az alapulőlésekben már tudunk középnapreni pontokat. Az alapulőlés az. Hát meg alapuló, ez folytatóra most lehet. De akkor nem kell ilyen? Nem. Akkor van alapuló, amikor választás. Tehát ez nem most új választás. Jó, akkor ők törvények is tudnak szavazni. Az anyagok szinten teljesen. Hát nyilván a HVB-t azt össze kell hívni, megállapítani, hogy kik a következők, le kell egy HVB ülést bonyolítani. Jó, akkor így járunk. Nekem akkor ez is jó, az megindítunk. Hát akkor megfizetjük a számlákat, amivel van csak. Jövő héten meg tudjuk ezt csinálni, igaz, hogy sűrű lesz, de valahogy csütörtök. Jó, rendben. Köszönjük szépen. Akkor a következő napi pont az polgárőrségek támogatása, az viszonylag rövid előterjesztés volt, 50-50 ezer forint támogatási javasolnék a szállítási csekély polgárőröknek az elvétett tevékenységére. Ez a falunapra vonatkozik, ott van. Kötünk velük egy szerződést és átutaljuk a pénzt. Ez megfelelő? Igen. Jó, végül négy igen. Köszönöm szépen. Akkor Endrének van egy előterjesztése, gondolom készültél. Igen. Szeretném, hogy súlyos anyagi gondokat jelent a iskolázás, illetve a kezdés a mai gazdasági helyzetben, ezért vissza
szeretném, hogy térjünk a régi gyakorlathoz, hogy adjunk támogatást az iskola kezdőknek, illetve oldalkörtőknek, középiskolában menőknek. És én javaslok egyszerű 10.000 forintot minden iskolásnak. És az óvodát? Az óvodást. És a bölcsőde? A középiskolában. És a bölcsőde? A bölcsőde is. És a alanyi jogon? Vagy valami differenciált? Tehát úgy, hogy ha valakinek havonta van 4-500 forint jövedelme, annak is 10.000 forint? Igen. Tehát, hogy mindenki 10, pont mindenki. Aki az intézményünkbe jár, nem akarom ma görgetni, aki a Cseppényi intézményünkbe jár, és más településre származik, annak is? Annak nem. De a mi intézményünkbe jár? Akkor annak is. És Szápára jár, és Szápári? Tehát mi a Szápáriakat is támogatjuk, mi nem tudjuk. Nem. Ki az intézményünkbe jár? Hát de a Szápári lakosserdői ázsai Cseppényi lakóhelyen rendelkező iskolásokat, oldásokat, gyölcsülést támogatjuk. Akik nem feltétlenül Cseppényi intézményre járnak, hanem lehet, hogy más intézményre járnak. Hát az a középiskolások sem változik. De lehet, hogy általános iskolás is jelen, tudom, hogy is dolgokra mehet. Elmentő a köcsönök és ezt is bírja. Jó? Ezt javasol. A Cseppényi lakcímmel. Cseppényi lakcímmel rendelkező. Gyakorlatilag 18 éves kori nevelési intézetre járó személy, gyermekek. Nem családonként, hanem gyermekeként. Igen. 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 Két is fentő. Az. Hát 168 van az iskolában, 87 van az óvodában, és 27 van a bölcsőben. Én és nekem egy. Jó? Készpénz formájában. Mondom a gondomat. Amikor, köszönöm. Amikor ez meg lett szüntetve, azért lett meg szüntetve, mert a távozott alpolgármester azt mondta, hogy aznap volt az ő trafikában a legnagyobb forgalom, amikor adtuk a pénzt. Az a pénz nem a gyerekre megy. Azért szüntettük meg az iskolakezdési támogatást, mert nem a gyermek volt a haszonélvezője. És a Burza Hungarikában van egy értelmes rendszer, ami alapján mondja. Jó gyakorlatokat olvastam én is ma az újságban, de ahogy gondolom mások is, hogy füzet csomagot adnak. Ahhoz el vagyunk késve. Mi a támogatáson kívül, inkább én azt javasolnám, ha tehetem, hogy az iskolában működő szivárvány alapítványnak adjuk oda az összeget, és ossza szét ő. Hogy vegyen a gyerekeknek, hogy adjon nekik élményt. Csinált az óvoda és a bölcsőde is alapítványt, adjuk oda nekik a pénzt. Ami gondunk van, az a középiskolásoknak az ellátása. Ugye a felsőoktatásnak benne van a búzahunkatnak, ha gondolom, azt nem szeretnek kivenni. A középiskolásoknak a finanszírozására pedig dolgozzunk akkor ki valamit, hogy milyen módon adjunk neki támogatást. De szerintem, mivel a jövő héten ülés az úgy volt, ha mint előterjesztő vagy, ötletet behozó, akkor ezt egy kicsit akár közösen dolgozzuk ki mélyebben, és találjuk ki azt, hogy... Már kezdődik az iskola. Nem tudjuk, ezt le kell bonyolítani, de holnap nem tudjuk odaadni gyerekeket. Tehát erről már dönteni kellett volna, másfél hónappal ezelőtt akkor is volt testületülés, be lehetett volna hozni, nem volt róla szó, de legyen, tehát is nem, bocsánat, a mostani adóbevételnek ezt majd lehetővé fogják tenni. Ennek a lebonyolítása úgy is el fog húzódni októberig. Főleg akkor, hogyha a hivatali kollégáknak kell ezeket a pénztárból kifizetni. Azért lenne egy olyan megoldás, ami alapvetően így gyakorlatilag oda tudnak kerülni a pénz, ahova való. És pont a képviselőasszony által mondott probléma miatt. Igen? Igen, alapvetően én is egyértelmű gondolattal, de ezt a struktúrát még el tudom képzelni, hogy a két alapítvány kapja meg, középiskolások esetében meg esetleg akkor az effektív támogatás. Vagy célval ér, vagy nem, de hát bízunk a legjobb abba a kategória, mert mindent lehet ellenőrizni. A másik meg szerintem abszolút nem probléma, hogy kicsit késve vagy utólag,
hiszen a családi sportékot direkt azért hozták elő, hogy iskolakezdést megtámolhassák, de hiányozni fog szeptemberben az a pénz, amit előbb megkapnak, tehát hogy ezt meg senki nem mondja, hogy akkor a szeptemberben hiányként fog megjönni, ha gyorsan elköltik előre. Akár azt mondanám, hogy ilyen szempontból nem is gond, hogyha szeptember októberben lenne belőle valami, ott azért az intézmény kereteivel viszont akkor egy tényleg nem tudom, valami tisztázott megállapodás vagy együttműködést kell kötni, hogy azt mikor, hogyan javasoljuk, vagy egy cél szerint felhasználnám. Még annyira egy ember nyomot. Oké, de azt is az előbb gyorsan... Vonatkozóan, ha tudunk adni, adjunk. Nekem egy valami gond, hogy át kell számolni a matekot, mert én a 14 éves korig számolt. És ez annál sokkal több. Igen, ez akkor ez... Ez 5 milliós tétel. Sajnza. És 5 milliós tétel plusz akkor még a karácsony, az egyéb támogatások, ez olyan méretű kiadás. Nem tartom lehetetlennek, de akkor ezt dolgozzuk ki. Most nem tudom, Barnival, Endre beszáll pénzt szívesen, és akkor legyen egy olyan javaslat a következő testület ülésre, ami már a pénzügyel van egyeztetve, ugye látszódnak a bevételeink, látszódnak a költségvetési soron, és akkor tényleg a gyermekek számára jó megoldáshoz. Jó? Köszi, így a nap végére. Kisütött a nap. De neked nem jó? Minden vége van. Jó, akkor következő. Oké, akkor az jó, hogy akkor nem hozunk róla a döntést, hanem a képviselő testület. Barni, Endre, visszajön egy olyan javaslattal, ami egy kivitelezhetéssel fogadható lesz a testület által. Jó? Én akkor köszönöm szépen. Ezzel a mai testület ülést akkor bezártuk, és a jövő héten kibővített csapattagokkal várjuk a érdeklődőket. Köszönöm szépen.